Szántóföldi bemutató sorozatot indított az Agroker Holding ZRT. A Demo Show névre keresztelt rendezvény a Güttler és a Fligl márkák összefogásával valósult meg. A két prémium minőségű márkáról azt is érdemes tudni, hogy kiváló német tervezés mellett a Güttler munkagépeket és a bemutatott Fligl pótkocsikat is Magyarországon gyártják. A Demo Show az egy országot átszelő rendezvény. Ugye mi Agroker Holding ZRT itt Kelet-Magyarországon vagyunk ebben érdekeltek. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy Nyíregyházán sok érdeklődő eljött, rengetegen voltak. Ebből is látszik, hogy az ügyfelek igenis kíváncsiak innovációkra, újdonságokra. Ezek a termékek olyan termékek, amivel rengeteg pénzt tudnak megspórolni a gazdaságban. A következő helyszín az Szentlőrinc környékén, majd Szombathelyen az ország másik végén lesz. Én biztos vagyok benne, hogy ennek lesz folytatása. A Güttler itt most egy elég nagy arzenát mutatott föl. Bemutattuk működés közben a Güttler standard hengereket, egy kompakt hengersort, illetve egy master típusú hengert. Azért mutattunk be kétféle hengert itt a helyszínen, mivel az érdeklődők többsége ugye kisebb gazdálkodó, de nagyobbakra is gondolván elhoztunk ide egy 6 méter 40-es hengert is, mert azon a fölfüggesztése a csillagoknak más típusú, itt teljes talajkövetés van a hengeren, ami azt jelenti, hogy a csillagok rámákba vannak foglalva, és akkor ezek a rámák a talaj egyenetlenségeit lekövetik teljes mértékben. Ez azt jelenti, hogy ha a hengerünk egyik vége mondjuk fog egy barázdát, akkor nem fogja emelgetni a másikat, tehát így lefordítva egyszerű szavakkal, és ez helybe abban az 1,5 méterbe kiegyenlíti ezeket az egyenetlenségeket. A hengerek után bemutattuk működés közben a földmestereket, ebből egy 3 méteres, illetve egy 4,5 méteres változatot. Működés közben itt is a kisebbiket húztuk meg. Ez igazából azért volt, hogy mindenből a kisebbet, mert olyan gazdák jöttek el, és hozzájuk alkalmazkodtunk. A földmester 3 részből áll, ugye van egy simító szekció, ami most igazából lecseréltünk erre a flat spring simítókra. 3 sor rugós kapa követi, ez 15 centis osztással van, illetve hát a jóval állt Güttler henger sor, a Güttler standard henger, és ez zárja le a talajunkat. A bemutató végeztével pedig egy technológiát prezentáltunk, a Güttler új fejlesztésű szántóföldi kultivátorát, a Supermaxot mutattuk be, ami egy henger nélküli művelés. Ezzel nem azt akarjuk hangsúlyozni, hogy mi a hengerezést nem ajánljuk, hanem egy következő menetbe, és akkor ez volt a zárása a bemutatónak. Ez egy fronthidraulikus henger, egy 4,6 méteres henger kapa szekcióval kiegészülve, és ez a traktor elején volt ugye elhelyezve, és a traktor mögött pedig a vetőgép ott volt, és hát egy menetbe történhetett a vetés ezután.